idén is várja az önkéntes katonai szolgálatra jelentkezőket a Magyar Honvédség. A szolgálat típusa a kiképzés első napjától kezdve biztos keresetet kínál, és lehetőséget ad arra, hogy az érdeklődők tovább képezve magukat a honvédség kötelékében maradjanak. Ugyan fő célcsoportként a fiatalokat jelölte meg a szervezet, várják a tapasztaltabbakat is. Jelentkezni Miskolcon a 65-ösök útja 2 szám alatti toborzó irodában lehet egészen augusztus 15-éig. Védőmaszk és kesztyű. Szántó Gergő tavaly a szigorú járványügyi szabályozások ideje alatt jelentkezett önkéntes katonának. A fiatal akkor határozott szándékkal érkezett a miskolci toborzó irodába. Hivatásos katona szeretett volna lenni. A tavalyi évben sok fiatal érdeklődött a katonai szolgálat iránt, sokan pedig a Magyar Honvédség kötelékében maradtak, ami nagy öröm a katonaság számára, hiszen kiemelt céljuknak tekintik az utánpótlás megteremtését. Ezért a lehetőség idén is fennáll az érdeklődők előtt. Azt szoktam mondani, a fiatalok az erőt, a rendületet, az idősebbeknek a tapasztalatot hozzák. Ugyan a honvédség fő célcsoportként olyan fiatalokat szólít meg elsősorban, akik idéglenesen szüneteltetik tanulmányaikat, vagy nem jutottak be a kívánt egyetemre, és erre az időre stabil kereseti lehetőséget szeretnének. De számítanak a tapasztaltabbakra is. Várjuk azokat a állampolgárokat is, akik jelen pillanatban nem dolgoznak, vagy munkahelyet keresnek, esetleg munkahelyváltáson gondolkoznak, hiszen nekik is lehet alternatíva a Magyar Honvédség, és ezen a képzések keretein belül kipróbálhatják magukat, megtapasztalhatják azt, milyen katonának lenni, egyenruhában dolgozni, esetleg kedvet kapnak, hogy ezt a szolgálatot folytassák. Jelentkezni a miskolci toborzóirodában egészen augusztus 15-éig lehet. 16-án egészségügyi szűrésen vesznek részt a jelentkezők, és amennyiben ott megfelelnek, akkor szeptember 5-én a Miskolci Egyetemen megkezdik a kiképzést. Ez a szolgálat egy 6 hónapos kiképzésről, felkészítésről szól, melynek első 2 hónapja alapkiképzés, majd pedig utána szakfelkészítés. Attól függően, hogy a jelentkező az önkéntes katona milyen szakirány iránt érdeklődik, maradhat itt Miskolcon az egyetem bázisán és folytathatja a lövészképzését, vagy pedig akár speciális feladatokra is kaphat felkészítést. Hiába önkéntes szolgálatról van szó, a Magyar Honvédség nem kéri ingyen ezt a szolgálatot. A katonák a kiképzés első napjától fizetést kapnak, illetve a résztvevők a következő felsőfokú felvételihez többletpontot is szerezhetnek.